Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig a Strategic Command World War II World at War folytatása, az expert nehézségű tengely oldallal. Hát, lássuk, az első vonalat elsöpörtük, második, majd meglátjuk. Szovjet morál csökken, brit hadsereg Indiába, mert pont az kellett. Meglepő módon ezt még mindig hagyják. Megkezdődnek a északi konvojok. Az az északi konvoj, amelyiket továbbra sem tudok megvédeni. Most megtámadni, mert a flottánk be van zárva. Sőt, javarészt megsemmisült. Gond az, hogy semmit nem vesztenek jelenleg. Bár ha Kerszont üresen hagyják, akkor azért arra rácsapok. Az megéri. De nem hiszem. Batumit nem hagyják már üresen. Most jön a gond, hogy nem csekély területeken sehol nincsenek erőim. Úgyhogy ami itt van, az nem erő. Az vicc. Egy HQ meg 3-4 gyalog. Korlátosan feltöltve, korlátosan feljavítva. Tankok nem maxra húzva, nem tudom, hogy ne tudja, hogy lenne a max. Az mondjuk érdekes, hogy előre jött ezzel az egységgel, biztosítva, hogy meghalhasson. No. Lássuk a szovjet egységszám kezdő értékét. Mennyit kéne fogyasztani ahhoz, hogy csökkenőben legyünk. Na. Ügyes. Ennek nem örülök. És bombázni tud. Egyből sikerrel. Na viszont, ha oda, ott marad a partoknál, akkor azért van esély egy kicsit megbombázni a brit földközi tengeri flottát. Az azért hasznos lenne. Persze most jön az iszonyú nagy légierőveszteségek pillanatai. Kissé merész koncepció, hogy azt meg tudjuk tartani. Négyet üt. Vagy sérült volt, már nem is tudom. Mindegy, meglátjuk majd. Hó. De legalább nem azzal foglalatoskodik, hogy
beássa magát hibátlanul. Dél-afrikai egység, mert mi más lenne itt Tripoliba? Ez meg talán nem az rendes angol, nem kiwi. De azért egy páncélos lehúztunk. Ennyit elértek a törökök. Egy-két egységet extrán lefogyasztott a szovjet haderőből. Ahelyett, hogy ott állhatna, mint a német fronton. De nem az a feladata, hogy elfoglalja, nem fogja tudni elfoglalni. De talán segít abba, hogy egy kicsit emészhetőbb legyen a front. Ezt a görög támadást elszámoltam ezek szerint. Oké, megkezdődik a vladivosztoki igény. És az azért jó. Világ végén egy repülő. Azzal aztán sokat tudok tenni. Honolulu, Los Angeles, Vladivostok. Majd Honolulut elfoglaljuk. Oké, kérünk, természetesen jöhet. HQ és két kor. Remek. No. Ezek szerint csak majd kapjuk meg. És ezek a hajók mind elfojnultak innen. Nem feltétlenül a legjobb támadás, amit megejthettünk, de megejtettük. Eléri? Nem. Pek. Ez. Még egy. Azt viszont elérhetjük. Négyeket belelőni nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Nyilván jobb lett volna, ha egybe tudjuk belelőni az egészet. De azért kicsit meg lett szétszázva. Az azért segít. No.
izej, légy vele boldog. Ez még mindig egy kilőtt repülő. És akkor elvileg ezt is majd el tudjuk fogni, remélem. Ezt a páncélost. Bombé. Mik nincsenek, mik nem bukkannak fel. Teljesen jó. Ez mind. Hát az kemény. Az kemény. Ez van. No, se baj. Néhány egységet megpiszkáltunk. Nagyon-nagyon jó. Jó, te vonulj vissza. Oké, na mindegy. Egység Aleppóba. Továbbra is blokkád alá helyezve. Próbáljuk tartani, amit tudunk. Hát, ja. Majdnem, majdnem ez volt a szöveg. Oké. Thank you.
Haladgatunk, mert többet nem tudunk. Oké, nekik megadjuk a katonai upgrade-et végre. Úgy érzem, arra bőven itt az idő. Kettő. Hármat lőttünk. Röpülő, hát az kár, az nagy kár volt. Az nagy kár volt. Hova kell? Ja, még nem foglaltunk olyat, ahova kéne. Na mindegy, szétlőni. Nem néztük meg a kör elején a egységszámot. Ezt megjavítjuk. Ez már csak a város. Majd nézzük meg most. 78. 78, ez nem sok.
Azért ketten kimerészkednek, ha egyszer ennyien vannak. Ennyi akad a feladatra. Hát egy az egyben nem akarok összecsapni. Egy az egyben nem akarok összecsapni. De azért egy-egyet lőni repülővel az teljesen oké. Teljesen valid. És akkor ide ki lehet rakni ezt a... Jugoszlávia hákú. Mondjuk jó lenne, ha megtenne ez a görög akció, és akkor túl lennék rajta. Na, mindenki volt? Hát... amennyire lehet mindenki. Hát... nagyjából mindenkit elér. Nagyjából. Jó. Látom, ez a kvecsó, ez... ez egy járható útvonal. Remek. Még egy város leesett. Ezt feltöltjük. Meg még egy egység leesett. Azért az se száll. Az is nagyon kemény, hogy egységeket ölünk. Újra és újra. Ahova lehet ütni egyet, az jó. Sőt, ahova kettőket, az meg még jobb. Na jó. Fölöslegesen nem kockáztatjuk. Az egy jó kör volt. Majdnem. Ó, azt föl kellett volna hozni. Ez nincs meg föltöltve, az a gond. Már úgy értem képességben.
hát itt most két HQ-t is effektív rúgtastunk. Mindjárt más. Mindjárt más. Mondom, majd kell egy extra egység, de az majd. No, egy HQ-t megöltünk, egy HQ-t megfeleztünk. Némi bombázgatás, két egység kiütve. Ez egy jó kör a kínaiaknak. Hát ugye a japánoknak, a kínaiak ellen. No. Miért nem tudok beszállni? Ja, mert nincs pénzünk. Oh. Oké. Erre jobban kell figyelni, hogy japánokkal nem költhetem el a gazdaságomat ennyire durván. Jó. Hát, amennyire jó lehet. Viszont az jó ír, hogy kicsit tudjuk finanszírozni az dolgokat. Oké. Két további csit. Az teljesen haszontalan az egyszerűség kedvéért, ez a két sit. Perzsa nem. Svédekből nem sokat nyerek. Vagy veszünk belőle egy kis kutatást. Van mit. Van mit bőven. Jó, Industrial Tech, az nagyon is jó volt. Naval bevem. Így egy tank repülő az még jó lenne. Kettő a Grand Attack-ba benne van, helyes. Jó. Hát az olaszok tényleg nem tudnak mit tenni. Maradjunk ennyibe. Az ő képességeik igen-igen szerények, egyet levéve. Tengeri repülőt nem tudnak venni, mert picit drágább. Pedig az hasznos lenne itt sok helyen. No, folytassuk kövkörrel. Partizánok végtelen, spanyol nagyon lassan szivárog. 700, az fini. Az azért már nem rossz kör. 700-at húzni a némettel. Az spanyolt, ha behúzom, akkor meg lesz valószínűleg az 1000. Iraki akciók. Na, a fő kérdés, hogy Irak kihúzza egy körig. Vagy azonnal elesik. Ha kihúzza egy körig, az vicces, mert akkor be tudunk oda dobni pár egységet.
esetleg. Ami azért jelentősen feldobná a helyzetünket. Menekül. Aha. Majdnem figyelembe vette, hogy ott két egységnek a Zone of Controlján is keresztül kellett mennie. Csak nem. Csak nem vette figyelembe. Úgy érzem. Tologatja az egységeit egyenlőre csak leginkább. Hát amíg új egységeket hoz be a frontba gyorsan megöletni, addig nem olyan vészes. Ugye körülbelül 7-800 gazdasága a teljes erőn. 6-7 egység. Gyolá. Hát... Igen, ez várható volt. Hát ennyi volt akkor az olasz. Hogy hívják? Flotta? Szétbombáz. Angol. Brutálisan. Hát az az előre tolt erő, az úgy érzem, úgy marad. És már egyes kékkel jön a szovjet. Már egyesen áll az elitebb egységeivel. Úgyhogy az előny az nem nagyon volt meg, és a kínainál is elkezdett fölbukkanni az egyeske. No, hát technikai előnyöm nem nagyon van. Még morálban egy picit jobbak vagyunk, sőt sokkal jobbak. Na igen. Na mindegy. Úgy érzem, nem lesz egy könnyű menet ez a Afrika. Föladja? Mert oké, most elvágta ezeket, de cserébe föladta a Aleppót. És őt meg el fogjuk vágni. Jó, hát ezek a török gerizon egységek elpusztultak. Ami azt jelenti, hogy nekem kell egy erőket tolni ide. Bármennyire is nem szeretnék. És főleg ötletem sincs, hogy honnan honnan húzzak le egységeket, ha csak nem a jugoszláv erőt gyengítem meg. De az hosszú távon megbosszulhatja magát. De más nem nagyon van, amit feladhatnék. Irak csatlakozik. Fokvárost
továbbra is tartjuk. Ó! Oh. És a kis blokkádolóink tudták tenni a dolgukat. Jepi! Nyilván beszállunk, bár nem csak ennyivel. Oh, hello, 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 hello. Nagyon-nagyon-nagyon hasznos kis egység. Japán para. Majd a Japánnal is foglalkozunk. Akkor szedtünk még egy rombolót. Jó. Még egy angol romboló, az azért nem egy rossz dolog. Azt mindig örömmel halljuk, látjuk, szedjük, boldogítjuk. Tehát 2x2-1-ből lett 2x1-1. Mindig jó hír. Ja, ezt is nem. Jó, hát ez egy iszonyú lassú tempójú menet lesz így. Jó, hogy egyesen állogálnak. Ez jó móka, nem.
Jó. Oké, ezt meggyógyítsuk meg, amennyire lehet. A török most kezdi el sajnálni, hogy beszállt ebbe a buliba. Mert igen-igen keveset kapott, de annál többbe került eddig. Kicsit arrébb toljuk, hogy ne olyan könnyen fusson bele mindegyikbe. Oké, hát szó-szó. De mindegy, az az erő, ami itt van, az mennyit kapott a szovjet? Csak úgy kíváncsiság, 78. Akkor nem vett új egységet most, csak tologatott. Az jó hír. Jobban örültem volna, ha leütjük. Egy négyet tudunk ütni, az azért jobb.
akkor ti jöttök továbbra is a... erre a frontra. Ennek sajnos ez az ára, hogy... Még nem vagyok egyikbe se, de azért a gerizonok, hát ha nem is menjenek, de szivárogjanak, na. Hiba volt. Na most... most így ellátmányba halt meg. Kettőt, nullát. Jó. Tehát ingyen ütöttünk három repülőt, meg két tankot. Ez kiváló. Ez kiváló. Több mint kiváló. És itt várakoznom kell a akciókkal. Valaki, bárki. Nem. Ez nem volt jó kör. Vagy hát maga ez a támadás nem volt elég jó. Akkor az atomérre tudok majd bombázni. Oké, ez így legyen akkor miénk, ha már elfoglaltuk. Ez darabban nem rossz. Csak remélem, hogy nem szóródnak szét itt a magyar egységek. Meg a román egységek, meg az egyebek, mert az nem oké. Az a halál. No. Diplomácia. Volt egy sikerünk a spanyolba. Nem egy nagy program volt, sajnos. Mit tud venni a német? Tudunk venni egy török tankot. Török gerizont. Meg egy bulgár gerizont.
ott valahol képesek voltunk. Ja, valószínűleg ide bedobtam pluszba, hogy itt legyenek. Végül is olcsó Garrison az olcsó Garrison. Olasz megveszi a tengeri bombázóit. Mert az azért hasznos. Jó. Nem olcsó. Kettőkkel Batáviára. Kettőkkel Manilára, de az lehet normál. Hákutas csak transportba rakjuk. Meg a gyalogot is. És majd ide kiszállunk, Indokínába. Az ő feladatuk lesz majd Bangkok elfoglalása és onnan haladni tovább. Egy kell ide Kukrumba, vagy mi ez, tehát Guadalcanalra. Jó. Remek. És akkor kezdjük meg a kínait, de úgy, hogy ez meglepően jól ellátott ahhoz képest, hogy semmi nincs mögötte. Hát ezt nem tudom finanszírozni tartósan. Ezt a pofont. Remek, egy... Hát ez nem volt vállalható. Hát
Azt az erősséget nem kéne megépíteni. Oké. Egyelőre tartjuk a dolgokat, ahol kell. Jó lenne, ha gerizonokat nem tartanak tök fölöslegesen ellátmányába. De hát ez van. Remek, hát azt hiszem ez volt mára. Valamennyire elkezdjük blokkádolni a cuccokat, megkezdtünk beszállni a hajókba Japánnal. Hogy áll a Kína, az a USA? 47. Nagyon hamar meg fogja kezdeni a kis bohóckodását, úgyhogy sokáig ne várjunk, induljon el a flotta. És legfeljebb Guadalcanalt nem tudom időben elfoglalni és előkészülni. Nem az a... nem annyira fontos. De kéne még egy-két gyalog. Tajván volt egy gyalog legutóbb. Na mindegy. Aztán majd nyilván ilyen Guam és vidékére kiugrálgatunk. Amikor alkalmas. Kell ez? Nem kell. Ez itt nem kell. Hát legfőképpen Batáviát kell, arra fölkészültünk, ez a kettő fogja azt kiütni. Oké, és akkor a második, ez a... utána jön az indiai hadviselés háború masszív programja. Meg persze Szingapúr kiütése. Délfelé nem nagyon érdekel. Nyilván jó lenne elfoglalni Ausztráliát, Szingapúrt, stb. De India kiütése úgy velem hasznosabb. No. 5 szovjet egységet szedtünk ebbe a körbe. Azért az nem rossz. Ennyit nem tud pótolni, meg elég sokat megsebesítettünk. Azért a német gazdaság veszteség az mindig vállalható. Itt halt meg az olasz flotta. Yikes, japánok ezt nem tudják finanszírozni. Ezt a veszteséget. Kicsit vigasztal, hogy a kínai még kevésbé. Kínai még kevésbé. Itt a két hákút, amit elvesztett, azt hozzá sose fogja visszavenni. Ami azért hiányozni fog. Gyakorlatilag jó eséllyel ez az utolsó kínai hákú.
hogy áll az angol? Azért ő is minusszal fut. Szovjet, hát nagyon drága köröket üt, de bár 500-at húz be. Jó, ebbe benne van az amerikai segítség, a angol segítség, az összes többi. Morál, szovjet 90 alatt. Kínai az 60 körül. Hát jól állunk, de nem nagyon jól. Veszteségek. Nem rossz azért a brit flotta se. De felénél se járunk a brit flotta teljes kiírtásának. Miközben a német felszíni flotta gyakran megszűnt. Az olasz az megszűnt. És cserébe kevesebb, mint felét szedtük ki az angol flottának. Főleg, hogy a hordozókhoz hozzá se nyúltunk érdembe. Hát ez nem olyan jó kör a tengeren, mint volt. A többin azért nem olyan vészes a helyzet. A német eddig csak két garizont vesztett, az is szövetségesből. Olasz egy picit komolyabb erőket. De azért az se katasztrófa. Kínai 40, szovjet 25. A szovjet az, ami 200-nál fejezte be? Hát abban a léptékben kell gondolkodnunk, hogy 200 körül kell megölni szovjeteket, úgyhogy gyakorlatilag 10%-nál tartunk a szovjetek legyőzéséhez. No, folytatjuk innen legközelebb.